A kupagyőztes fogadta a bajnokot, amelyet idegenben már legyőzött ebben a szezonban. Az első játszmát 19-re, a másodikat 16-ra nyerte a Fátum Nyíregyháza, és ekkor úgy tűnt, hogy hamarosan véget ér a mérkőzés. A Békés Csaba azonban nem adta fel, előbb szépített, majd egy maratoni 28-ra nyert szettel kiegyenlített a vendégcsapat. A döntő játszmát a Békés Csaba kezdte jobban, a nyíregyháziak azonban fordítottak, és végül 3-2-re megnyerték az összecsapást. Az első két játszma nagyon szépen sikeredett, tehát tényleg domináltunk, amit elterveztünk, az működött, úgyhogy nagyon elégedett voltam a lányoknak a teljesítményével. De hát nyilván a magyar bajnok ellen játszottunk, úgyhogy nem várhattuk azt, hogy itt egy ilyen teljesen végig diadalmenet lenne. Utána a harmadik játszmában a Békés Csaba megmutatta az erejét, ott is egy kiélezett mérkőzés volt. Kicsit talán a negyedik játszmáért kár, mert ott már gyakorlatilag 22-18-23-20-as állásról mindenki úgy gondolta, hogy 3-1-el be is fejezhettük volna ezt a mérkőzést. Örülök tényleg annak, hogy az ötödik játszmát sikerült hozni, és én még egyszer nagyon szépen köszönöm a nyíregyházi közönségnek. Rég éltem át ilyen emocionális töltetet, amit a szurkolók adtak nekünk. Hollósi László elmondta, nem ünneplik túl a győzelmet, mivel sok fontos meccs vár a csapatra a következő hetekben. Én a lányoknak mindig azt mondom, hogy ami ma elég volt, az holnap már nem elég. Tehát most van egy hetünk a Vasas ellen, ameddig meg kell próbálnunk még emelni a játék színvonalát. Lassan kezdődik egy fontos kupamérkőzés, arra egy hónapunk lesz, úgy néz ki, úgyhogy addig még inkább két lépcsőfokot feljebb kell lépni, úgyhogy én ezt szeretném tudatosítani a lányokban, hogy továbbra is kőkeményen kell dolgozni, hiszen a riválisok is ezt teszik. Az Extraliga tabelláját a Vasas vezeti 6 győzelemmel és egy vereséggel, az azonos mutatóval rendelkező Fátum Nyíregyháza előtt. A harmadik Békés Csaba 4 győzelem mellett 4-szer szenvedett vereséget.